A MOL Pixeget szurkolók ezúttal is pokoli hangulatot teremtettek az újszegedi sportcsarnokban. Csak az első percekben volt szoros az Orlen Wisla Plock elleni nyolcaddöntő visszavágó. 4-4 után állva hagyta ellenfelét a házigazda, és jött az Alilovics parádé. Gyakorlatilag az első 30 perc végére eldőlt a továbbjutás, amikor is 13-8 állt az eredményjelzőn. A mai találkozót a jó védekezésnek és a remek kapus teljesítménynek köszönhetően nyertük meg. Nagy nyomás volt rajtunk, de teljesítettük a feladatot. Külön köszönjük a szurkolóinknak ezt a pazar hangulatot, ami talán semmelyik másik csarnokban nem tapasztalható, és külön köszönet azoknak a játékosoknak, akik a csapat érdekében sérülten is vállalták a játékot. A folytatás örömjáték volt a javából, a szegediek horvát hálóra egymás után mutatta be a parádés védéseket, a találkozót 50%-os védési hatékonysággal fejezte be. Egy pillanatig sem volt kérdéses a továbbjutás, a vége 23-16 lett, két év után jutott be ismét a legjobb 8 közé a MOL Pixeged. Jobban játszottunk, mint az eredmény mutatja, de ma egyértelműen a Szeged volt a jobbik csapat. A legnagyobb különbség a két csapat közt Alilovics volt, de meg kell dicsérjem a saját játékosaimat is, hogy idáig eljutottunk. Nem sokan hittek benne, hogy képesek leszünk rá. Gratulálok a Szegednek, sok sikert a folytatásban, és remélem, hogy mindkét magyar csapat bejut a Final Four-ba. A hétvégén akár a szezon első kupáját is begyűjtheti a PIK. Szombaton és vasárnap Debrecenben a Magyar Kupa 4-es döntőjében szerepel a Pásztor csapat.